Az Európai Tanács kezdeményezésére 2007 óta minden év január 28-a az Adatvédelem Nemzetközi Napja. Ezzel is arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy tájékozódjanak az adatvédelmi szabályokról, ismerjék meg a jogaikat és ne törődjenek bele a személyes adataik megsértésébe. Az Adatvédelmi Hatóság idén egy tájékoztató filmet is készített, ezt most megmutatjuk önöknek, aztán Balázs folytatja vendégével a NAIK bemutatja két kulcsfontosságú alapjogod, az információs jogaidat. Érdekel az adatok világa, de úgy érzed, elveszel az információk dzsungelében. Tartasz az álhírektől. Foglalkoztatnak a közügyek, a vélemény és sajtószabadság. Ehhez adatok kellenek. Méghozzá gyorsan, pontosan, hiteles forrásból. Ez az szabadság amikor szabadon hozzáférhetünk a mindannyiunkat érintő közügyek, a környezet és a közszolgáltatások adataihoz. Így tájékozottan vehetünk részt a közéleti, közösségi vitákban. És ha egy adat nincs fenn a neten, akkor segít az infotörvény. Kérdeznünk kell, élni az adatigénylés lehetőségével. És ha zavartámad az erőben? Na és? Nem na és? Na is. A hatóság egyik feladata az információ szabadságának védelme. Ha valami nincs fenn a neten, ha nem kapod meg a közadatokat, mi segítünk. Tudtad, hogy gyűjtik az adatait, ha nézel a neten egy videót, megnyitod a kedvenc közösségi oldalat, foglalsz egy mozi jegyet, vagy orvoshoz mész. Rögzíthetnek a kamerák, ha kilépsz a lakásod ajtaján. Az általános adatvédelmi rendelet alapján jogod van az információhoz. Hozzáférést kérhetsz róla gyűjtött adatokhoz, és érintett jogokat gyakorolhatsz. Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni, hogy ki és miért gyűjti az adatait, meddig őrzik meg azok kihez kerülnek? Az adatkezelők egy hónapon belül kötelesek válaszolni. Légy tisztában a téged megillető jogokkal. Látogass el a naik.hu-ra, ahol hasznos és naprakész tájékoztatást kaphatsz a hatóság tevékenységéről, eljárásairól. Együtt néztük végig ezt az információs kisfilmet Péter Falvi Attillával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság hatóság elnökével. Jó reggelt! Jó reggelt elnök, elnök. kívánok! Tulajdonképpen a a technika vagy a digitalizáció fejlődésével és a közösségi oldalak és egyéb internetes felületek fejlődésével került még jobban előtérbe a személyes adatokkal való visszaélés az elmúlt időszakban? Igen, ezt egyértelműen kijelenthetjük, hiszen azért van európai adatvédelmi szabályozás szemben a korábbi tagállami szabályozásokkal, amelyek ugyan Európai Uniós irányelven alapultak, <kül> illetve korábban az Európa Tanács adatvédelmi egyezménye a, amelyhez kapcsolódik az adatvédelem napja is, de pont a digitalizáció, globalizáció igényelte azt, hogy egy sokkal szilárdabb, egységesebb, kikényszeríthetőbb jogszabályt alkalmazzunk. 2018 óta már van, Így van egy ilyen uniós Az Idén úgy. lesz öt éves az alkalmazása a GDPR-nak, az Európai Adatvédelmi Rendeletnek, és ez a rendelet egy nagyon szoros együttműködést hoz létre a tagállami adatvédelmi hatóságok között. Ez most teljesen véletlen, hogy mi is kitettünk egy ilyen animációs filmet, és az Európai Adatvédelmi Testület is egy animációs animációs filmmel ünnepli az adatvédelmi napját, egy picit hosszabb talán másfél perccel, mint a miénk. Egyenlőre, amit mi kitettünk a honlapunkra, angol felirattal van, de én már láttam a magyar feliratot is. Ez a kis animációs film, ez tulajdonképpen a testület együttműködése keretében azokra a döntésekre fókuszál, amelyek épp a digitális platformokkal kapcsolatosak. Itt zömmel az íradatvédelmi hatóság hozza ezeket a határozatokat, de ez is egy figyelemfelhívó, hogy milyen adatvédelmi jogsértésekért és milyen összegre bírságolt az Európai Adatvédelmi Testület hatására az írhatóság. Tehát, hogy védjék a fogyasztókat, nyilván ez ezeknek a filmeknek, kisfilmeknek, akár európai, akár hazai szinten. Ez a feladatuk azért is van szükség ilyen animációs kisfilmekre, illetve az ismeretterjesztésre, úgymond, mert nem mindig vagyunk tisztában azzal, hogy milyen személyiségi jogaink vannak, akár az ilyen ön által említett nagy internetes platformok esetében? Ez pontosan így van, és a, az adatvédelem napjához, illetve hát szeptemberben az információ szabadság napjához az is kapcsolódik, hogy az adatvédelmi hatóság ilyenkor egy emlékezüst emlékérmet ad át. Az idén ezt Ledvina Szilvia hajnalka kapja, aki a Bármadas Református Gimnázium matematika-informatika tanára, és ő különösen sokat tesz azért, hogy a gyermekekkel, a diákjaival megismertesse a jogaikat, illetve ami nagyon fontos, felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek éppen ezzel a digitalizációval kiszélesedett, tehát nem mindegy, hogy milyen adatainkat adjuk meg, amik, amikor ö, hozzájárulunk a, a, az adatkezelési tájékoztatóban ahhoz, hogy kezeljék az adatainkat, itt nyilván érdemes a minimálisra szorítkozni, a sütiknél is csak arra, amelyek a működéshez feltétlenül szükségesek, ezért fontos figyelni arra, hogy ha meg is adtuk az adatainkat, de később hogyan ö, tudjuk a hozzájárulásunkat visszavonni, töröltetni, az adatokat egyáltalán ellenőrizni, hogy miket ö, kezelnek rólunk, és ebben kiemelkedő szerepe van a fiatalok felvilágosításának és az oktatásnak. Igen, pont felírtam ezt a kérdést, és jó is, hogy beszélt erről, mert hogy idén egy pedagógus kapta ezt az elismerést a hatóság részére, ez nyilvánvalóan jelzésértékű is, és szimbolikus is. Gondolom, hogy a hatóság munkájának a szempontjából is kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalokra, a gyerekekre, hiszen talán őket éri ebből a szempontból legtöbb veszély, nagyon sokat használják az internetet. Ebből a szempontból mi a felelőssége, ha már itt tartunk, a pedagógusoknak és a szülőknek? Hát szerintem nagyon sok, mi is több kiadványjal készültünk, még korábbról is a kulcs a netvilágához, kulcsocska a netvilágához, egy uniós projekt, az Arcades projekt is erről szólt, hiszen nagyon fontos, hogy minél alacsonyabb életkorban kezdik használni az okos eszközöket, a telefonokat, internet használatát a fiatalok, és éppen ezért fontos, hogy a megfelelő felvilágosítás is minél korábban megkapják, itt ugye nyilván az a probléma, hogy nagyon sok esetben a szülők sem rendelkeznek azzal az informatikai tudással, amelyel a gyerek adott esetben már a környezetében rendelkezik, és hát mi azt tapasztaltuk, hogy sokszor a pedagógusok is félnek, illetve a gyerek se biztos, hogy a pedagógushoz fordul, ha valamilyen sérelem éri, ezért fontos egyébként itt ezen a területen a civil jogvédőknek is a szerepe, akikhez a gyermekek bizalommal fordulnak, ha esetleg valamilyen ö, internetes abúzus érte őket. Tehát itt nagyon-nagyon fontos a felvilágosítás, és minél alacsonyabb korba. Hogyha általánosságban nézünk, és egy picit erről beszélünk a végén, ilyen hétkö, hétköznapi vagy gyakorlati, praktikai szempontból, Mi az a, mik azok a problémák itt az adatvédelem kapcsán, ami hétköznapi szinten leginkább jellemző a hatóság, sok jelzést kap ezzel kapcsolatban, is. mire hívnál fel akár a megelőzés szempontjából a, a figyelmet. Hát én arra hívnám fel, hogy a GDPR-nak vannak olyan rendelkezései, amelyek az adatkezelőkre kötelezőek, tehát amikor megterveznek egy adatkezelést, elhatároznak, akkor beépített adatvédelem, alapértelmezett adatvédelem, nagyon fontos, nem beszéltünk eddig róla, de van Safer Internet Day is, tehát a biztonsági, adatbiztonsági követelmények teljesítése, hogy ne lehessen meghekkelni ezeket az adatkezelések, ne legyen adatvédelmi incidens az egyik oldalról. Másik oldalról, aki az érintett, aki használja ezeket a ö, ö, honlapokat, vagy más formájú adatkezeléseket, legyenek tisztában azzal, hogy ö, megfelelő tájékoztatást kell kapniuk élhetnek a jogaikkal, és van választási lehetőségük. Tehát nyilván, ahol a szolgáltatás működéséhez feltétlenül szükséges az adatkezelés, ott ugye nincs, de egyebekben van. És még egy nagyon fontos, ha már itt a fiatalokról beszéltünk, hogy azért a szülők figyelmét is felhívnám arra, hogy lehetőség szerint minél kevesebb adatot osszanak meg a gyerekeikről, hiszen elterjedt, hogy szinte minden közösségi oldalakra gondol? Igen, igen, akár a kisgyerek fürdetésétől, a, a programokig mindent föltesznek az internetre, ami szintén veszélyes lehet, és, a, és ezekkel nagyon könnyű visszaélni, és a későbbiekben nem biztos, hogy a gyermek örül annak, hogy róla ezek a felvételek fölkerültek, mert akkor ő erről nem tudott dönteni. Igen, ezek nagyon fontos szempontok, és nagyon szépen köszönjük, hogy megosztunk ezeket. Köszönjük Önök, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen!